Nagyobb odafigyelés szükséges az adóbevallási időszak alatt, e-mailen keresztül, SMS-ben és telefonhívással is próbálkoznak a csalók. Színes világom, Györkös Erzsébet munkáiból nyílt kiállítás a Fehérló Közösségi Házban. Istennők, királynők, szeretők nőnapi programot tartottak a Csellei Házban. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Naponta több bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez, miszerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbáltak megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A csalók repertoárja egyre szélesebb, már nem csak e-mailen keresztül, hanem SMS-ben és telefonhívással is próbálkoznak. A NAV informatikai fejlesztéseinek révén már nagyrészt elektronikusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt akarják kihasználni, és megpróbálnak bizalmas információkat megszerezni az ügyfelektől. Az adóbevallási időszak alatt megnövekszik a csalással próbálkozók száma, így jobban kell figyelniük az adózóknak is. A NAV nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek és SMS-ek olyan nyelvi fordulatokat tartalmaznak, például tegező megszólítást, szándékos, ugyanakkor megtévesztésre tökéletesen alkalmas megnevezéseket, amelyeket a hivatal nem szokott. Ezek az e-mailek, SMS-ek azért gyanúsak, mert tegeződnek, olyan megszólítással kezdődnek, ami nem egy hivatalos szervre jellemző, tehát jobb óvatosnak lenni. A weboldalaknak az e-mail címek is árulkodóak lehetnek, hogy nem pontosak, tehát jobb óvatosnak lenni, illetve arra odafigyelni, hogy az adóhivatal csak ügyfélkapun keresztül, vagy hivatalos levélben postai úton kommunikál az adózókkal. A csaló e-mailek és az SMS értesítések általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlaphoz, honlaphoz vezeti. Az űrlapon a csalók általában az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat, valamint a bankkártyák hátlapján található háromjegyű szám, az úgynevezett CVV-CVC kód megadását kérik. Ha valaki megadja a bankkártyája adatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le a számlájáról. Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő oldalon adja meg, ugyanis a csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a legitim, valós bejelentkezési felületeket. A webcím azonban ebben az esetben árulkodó lehet. A NAV pedig soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. A NAV kizárólag ügyfélkapun keresztül keresi meg az adózókat, vagy pedig postai úton adószámla kivonaton keresztül. Tehát arra kérjük azokat, akik ilyennel találkoznak, hogy semmiképp sem adják meg az ügyfélkapus adataikat, illetve a bankkártya adataikat, mert akkor előfordulhat, hogy ezek az adathalászok, csalók a bankkártyáról pénzt vesznek le, ezért a NAV nem tud felelősséget vállalni. A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis ügyfélkapon keresztül, illetve postán adószámla kivonaton értesíti az ügyfeleket a többletként megjelenő tételekről, és a hivatalos honlapja a nav.gov.hu címen található. A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információk és tanácsok megtalálhatóak az MBS-NKI honlapján, a képernyő alján látható címen. Színes világom címmel nyitotta meg legújabb kiállítását a Fehérló Közösségi Ház péntek este. Ezúttal Györkös Erzsébet festményei kaptak helyet a tárlaton. A vászon titkon száz csodát színezve egy magában. Ecsetvonásnyi árvacsonban a világban. A kék keret magába zár egy érdekes világot. Itt lélek festékkel takart szívtükörképét látom. A Fehérló Közösségi Ház kiállító termében várták az érdeklődőket péntek este, ahol Györkös Erzsébet, azaz Dudi képeivel ismerkedhetett meg közelebbről a közönség. A tárlatot Karcagi Endre nyitotta meg, aki elmondta, a mostani kiállítás két dologról szól. Egyrészt, hogy bemutassák Györkös Erzsébet képeit, másrészt pedig bizonyíték arra, hogy a mindennapok mellett, aki kicsit többet szeretne magának vagy másoknak nyújtani, az megtalálhatja azt az elfoglaltságot, ami kitölti az életét. Egy alkotó munka, akármilyen szinten csinálja valaki, az kitölti az életét, mindig valami kitűz szép maga elé, és azt el kell érni. Tehát nem ér rá megöregedni, csak
fizikailag, de lelkileg nem, és az a legfontosabb. És nem, hát elhanyagolható az sem, hogy másoknak is esetleg örömet tudhoz szerezni, de azt hiszem nem az az elsődleges, hanem hogy saját magának saját magának egyfajta élményt tud nyújtani. A Színes Világom elnevezésű tárlaton új alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők, ugyanis a festő saját bevallása szerint próbál folyamatosan újítani, új technikákat kipróbálni. A kiállításon háromfajta technikával készült képek kaptak helyet, egyrészt azok az absztrakt képek, amik folyatásos technikával készültek, a tengerpartokat ábrázoló alkotások szikláit Dudi festőkéssel készítette, a főként virágokat megjelenítő képeken különböző színeket vitt fel a vászonra az alkotó, ezekbe kaparta bele a mintákat. Ezeket soha nem gondolom el előre. Tehát ez úgy kezdődik, hogy valamit akarok csinálni. Tehát van egy késztetésem rá, és akkor elkezdem a színeket felrakni egymás mellé. És akkor úgy folyamatában jönnek a gondolatok, hogy ide mit kéne, vagy esetleg rárakni valamit az alapra még előtte, és akkor azt utána színezgetni. Tehát inkább itt a színek, amik a hangulatot adják ennél a képnél. Györkös Erzsébet Dudi Színes Világom című kiállítása egészen március 31-ig tekinthető meg a Fejéló Közösségi Házban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt. A Nemzetközi Nőnapon március 8-án ismét különleges programmal várták az érdeklődőket a Csellei Házban. Ezúttal az Istennők, Királynők, Szeretők a Női Csábítás évszázadaiból címmel tartottak előadást nem csak hölgyeknek. Idén is a Csellei Házban várták a szebbik nem képviselőit a Nemzetközi Nőnap alkalmából, azonban az elmúlt két évtől eltérően ezúttal nem a kiállítótér állandó alkotásaival ismerkedhettek meg az érdeklődők, hanem azokkal a nőkkel, akiket mindenképp érdemes kiemelni az emberiség történelmének évszázadaiból. A Hansági Múzeumnak a férfi kollégáival úgy döntöttünk néhány hete, hogy mindenképp szeretnénk a nőnapot illőképpen megünnepelni, ezért egy különös előadást állítottunk össze, Istennők, Királynők, Szeretők címmel. Az előadás célja az, hogy a hölgyek és a nők különböző szerepét, múltját, a nőiséghez való viseleteket, kulturális darabokat és a női nemiséget mutassuk be az őskortól máig. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta, Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án tartanak. Ehhez csatlakozik hagyományosan évek óta a Hansági Múzeum is, az idei Istennők, Királynők, Szeretők című előadáson pedig olyan kiemelkedő női történelmi alakokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők, mint Afrodité, Szaffó, Kleopátra, II. Katalin orosz cárnő, vagy éppen Marilyn Monroe. Ezek mellett pedig szó esett az elmúlt évszázadok divatirányzatairól, sminkről, plasztikai sebészetről és szépészetről is, hogy egy teljes képet kapjanak a Csellei Házba látogatók. Több mint kettő héten keresztül kellett felkészülnünk ahhoz, hogy egy ilyen időt, egy ilyen bő témát kellőképpen fel tudjunk dolgozni, át tudjunk adni, ami nem lesz kis munka, hiszen egy óra alatt több mint 60 képet fogunk vetíteni, ami azt jelenti, hogy percenként villan majd fel egy. A Hansági Múzeum természetesen a jövőben is várja a vendégeket. Legközelebb március 14-én, csütörtökön délután 5 órától a Múzeumi Esték című tudományos ismeretterjesztő előadássorozat következő állomásával, amikor is Székely Zoltán Sok nagybecsű marhát című előadását tartja, szintén a Csellei Házban. Ezt követően pedig március 15-én, pénteken, a városi ünnepséget követően délután 15:30 hagyományos családi programot szerveznek a Mosonvár megyei múzeumban és a Múzeumkert. A március 15-i pénteki lakossági kommunális hulladékszállítást és szelektív hulladékgyűjtő kékukák ürítését az eredeti szállítás napján, azaz pénteken végzi el a közszolgáltató. A fentjelzett időpontban a szokásosnál több járművel és akkor a hajnali órákban végzik el a munkálatokat, ezért kérik, hogy a tároló edényeket előző nap estéjén helyezzék ki a közterületre.
A listavezető Gyirmót FC Győrt fogadta vasárnap a Krédóbusz Moson-Magyaróvár a Wittmann-Antal Parkban, a Merkantil Bank Liga 28. fordulójában. A vendégek Lipták Zoltán fejesével jutottak előnyhöz a mérkőzés 14. percében. A 63. percben Szabó Viktor egy vendégkezezést követően 11-est hibázott. Két perccel később azonban már Eszlátyi Istvánnak összejött az egyenlítés. A 83. percben aztán egy beadást követően Eszlátyi tudott duplázni egy nagyszerű mozdulattal. A Krédóbusz Moson-Magyaróvár 2-1-es végeredménnyel megnyerte a megyei rangadót, és a 19. helyről várja a folytatást a Kazincbarcika ellen idegenben. Röviden a szerdai időjárásról. Az előrejelzések szerint felhős, borongós időre van kilátás. Helyenként, főleg a nyugati térségben kisebb esők is kialakulhatnak. Élénk lesz a légmozgás, ami helyenként meg is erősödik. Moson-Magyaróváron és környékén napközben 8 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most a Napról Napra című műsorunk ismétlése következik, amiben az elmúlt hét eseményeit elevenítjük fel. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!